Hölgyeim és uraim, bemutatjuk női kézilabda csapatunk új igazolását, Hársfalvi Júliát. A 24 éves balszélső Mosonmagyaróváron kezdte profi pályafutását, majd 2015-től 4 éven át a Győri Eto játékosa volt. Ez alatt viszont kölcsönben szerepelt Debrecenben és a németországi Metzingenben is. Jelenleg a Siófok kézilabdázója és a nyáron csatlakozik a Ferencvároshoz. Szerencsére nagyon sok tapasztalattal és élménnyel, meg hát újdonságokkal gazdagodtam mindkét említett klubnál. Olyan játékosokkal játszhattam együtt, és olyan játékosoktól tanulhattam, akik tényleg a világ top játékosai közé tartoznak. Ezért úgy gondolom, hogy megfelelő ismerettel vagy megfelelő tudással rendelkezem most már, amit persze még szeretnék gyarapítani, viszont a Fradi hívása természetesen nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és nagyon megtisztelő volt, és úgy gondoltam, hogy ezzel a lehetőséggel szeretnék érni. A Népligetben uralkodó egyedi hangulatot Júlcsi eddig még csak ellenfélként tapasztalhatta meg, de van kitől útravalót kérnie, hiszen Siófokon együtt játszik olyan korábbi Fradi játékosokkal, mint Szikora Melinda vagy Tomori Zsuzsanna, de leendő csapatában is van olyan, akivel nagyon szoros kapcsolatot ápol. Mindenkitől csak azt hallottam, hogy nagyon szerettek itt játszani, a hangulat mindig nagyon jó volt, a szurkolótábort mindig csak dicsérték. Én ugye a másik oldalról tapasztalhattam meg, tehát ellenfélként mondhatom, hogy kellemetlen, mert tényleg egy nagyon nagy közösség, nagy erejű közösség, akik mindig buzdítják a Fradinak a játékosait, úgyhogy jó érzés lesz úgymond az itteni oldalon állni. A lányoknak a nagy részét, sőt, szinte mindenkit ismerek, sokat közülük személyesen ismerek. Volt, akikkel a válogatottban találkozhattam, illetve lesznek olyan csapattársaim, akikkel már játszottam korábban együtt. Vannak köztük olyanok is, akikkel kifejezetten jó kapcsolatot ápolok. Itt elsősorban a Kovacsics Anikóra gondolok, akivel még a győri időszakban ismerkedtünk meg. Azóta is mindig tartjuk a kapcsolatot, illetve többször voltunk együtt nyaralni, és egyébként ő a pályafutásom elején is nagyon sokat segített nekem, és szerintem ez így is fog maradni. Ez a barátság fontos lehet a beilleszkedés szempontjából is, hiszen Júlcsi életében először szerepel majd fővárosi klubban. Többször jártam már Budapesten, és több barátom volt, osztálytársam, ismerősöm él itt. A nővérem is itt él például, úgyhogy őket már többször is meglátogattam, többször érkeztem ide hosszabb időre. Siófoktól sincs messze, a párom is itt él. Én nagyon szeretem ezt a várost, hiszen mindig nyüzsög, mindig van élet. Nagyon-nagyon szép városnak tartom Budapestet, az egyik legszebbet Európában. Nagyon jó érzés lesz itt élni, és tényleg minden lehetőség itt lesz a közelben. Hársfalvi Júlia a Győr színeiben már belekóstolhatott a Bajnokok Ligája légkörébe, és két alkalommal a felnőtt válogatottban is pályára lépett. Most viszont egy olyan klubhoz érkezik, amelyik folyamatosan aktív szereplője a BL főtáblájának, és játékosok sorát adja a nemzeti csapatnak. Természetesen várom, hogy újra BL-ben játszhassak, hiszen mindig nagy élmény BL meccset játszani itthon, vagy akár elutazni külföldre. Teljesen más a hangulata, természetesen a nívója is más, de nagy élmény lesz, és egyébként újra a tűzhöz közel. Szerintem nagyon jó érzés, minden játékosnak ez a célja, hogy szerepelhessen a Bajnokok Ligájában, úgyhogy mindenféle szempontból várom már az új szezont. Új igazolásunk személyében nem csak egy kiváló és egyre rutinosabb játékos érkezik a Népligetbe, de egy mosolygós, színes egyéniség is, akivel így hobbijairól, a kutyájáról és a sminkmodellkedésről is feltétlenül szót ejtettünk. Egy nagyon jó fej, nagyon okos kutya, aki egy belga juhász malinoi kutya keverék. Én vagyok az leginkább, aki kutyaiskolába jár vele, amikor időm engedi, és egyébként engedelmes, szófogadó, legfőképpen nekem, de azért a szüleimnek is vagy, akik a legtöbbször otthon vannak vele. Annyit lehet még róla tudni, hogy a családot és a házat azt nagyon védi mindenképpen, viszont ha valaki velem jóban van, akkor azzal a kutya is jóban lesz.
Az egyik legkedvesebb barátnőm a Korsos Dorina, szerintem őt is azért elég sokan ismerik, akivel ugye Győrben ismerkedtünk még meg. Csapattársak is voltunk, és azóta egy nagyon-nagyon szoros barátság kialakult közöttünk, és az ő nővére egy professzionális sminkes, akinek természetesen, hogyha bármikor időnk adódott, akkor szívesen segítettünk modellt állni, hogy kipróbálhasson új dolgokat, vagy már a meglévő tudását úgymond rajtunk kamatoztassa. De ez egy olyan időtöltés számomra, amiből egyáltalán nem adódik sok, hiszen a mindennapjainkban nem nagyon viselünk sminket, rengeteg edzés van, rengeteg mérkőzés van, idő sincs rá, hogy sminkeshez menj, vagy magadnak sminkelj, és egyébként én annyira nem is értek hozzá. Tehát ilyenkor ez egy más élmény, egy kicsit új arcodat láthatod, egy kicsit frissebb arcodat láthatod. Sajnos sok idő nem jut rá, de amikor adódik alkalom, akkor én szívesen állok modellt. A hobbi mellett viszont természetesen első a kézilabda. Annál is inkább, hiszen Júlcsinak nagy tervei vannak a Ferencvárossal. Nem csak ő lesz a Fradi segítségére a célok elérésében a következő szezonban, ugyanis egy nagy visszatérésről is beszámolhatunk. A nyártól ismét a Ferencvárost erősíti a 2006 és 2017 között egy év megszakítással folyamatosan zöld-fehérben szereplő, most az MTK-tól érkező Szőlősi Zácsik Szandra is. Az ő visszatéréséről azonban később számolunk be részletesebben. Üdvözöllek a Tipmix sportfogadói közösségében! Itt évente több millió fogadási lehetőség vár. Fogadhatsz közösségben, vagy saját megérzéseid alapján. Bárhol, bármikor, akár az utolsó percekig. Csatlakozz hozzánk. Tipmix. Több, mint szerencse.